a neve a fajtájának, hogy piros torka keverék, Holstein. Hát lő! A fiú is belőle. Nem van, az iramot azt is tartom. Kicsi még. Igen. Második gyermek figyelmez a parát. Igen, igen. Nagyon nagy érdekel, de mindenki kívánja. Nem esik. Nyálom tudom a bajba kívül. Az a dík jó. Üdvizés, kettő. Elég gyorsan, elég könnyen megy ahhoz képest. És akkor mindjárt a kollégák is megengedik, akkor majd megszólaltatjuk a szakembereket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy már akkor az amit látunk. Igen, tehát a csoportban két az emberi beavatkozás. Hát nem megyünk közelebb. Szakemberhez csak közelebb kell, vagy megyünk, vagy mi jön a közelebb. Elég nagy szexuális mondat. Nem, szerintem nem tartani a tudatánosnak, de most egy olyan beavatkozás történik, ami neki hosszú távon segít. A következő fél évre neki segít. Niki, kivel tudunk közben beszélni? Nem akarjuk megtenni a tudatánosnak, de én nem hiszem valamelyik. Jó, jó. Nagyon alapvetően a
most már én is kicsit idegesebb a szövet. Tehát egy olyan arra látom, hogy nem fajnak. Ennek a tehénnek a körmény nagyjából nem szabad. Amit olyan beállapodás. Hogy ugye felben a kicsit húzva, mert hogyha a saját súlyán, vagyis hogyha a saját lábain állna, akkor egy nem lehetne megfordítani, másfelő pedig sokkal nagyobb állam ereje lenne, tehát jobban tudtam, hogy nem érdekel. De én ezen analizol, azt már tudtuk, hogy legalább 500 kilót, gondolom, hogy legalább egy éves van. Most kerülünk. Legszeretek. Nem úgy nézzük, hogy a közönség egyáltalán hallaná. A Facebook készítés néző kormányzat szólhatnak, vagy kommentet kapcsolhatnak. Nézegetnek a csörténkében. Jó, innen meg mindjárt átmegyünk egy másik helyszínhez, ahol Birka nyilvános következik. Azt követően, hogy a borzalmas. Igen, ugyanakkor a közönség, aki nem nagyon figyel helyben ránk, nekik mondjuk, hogy egy kicsit helyzetet adjanak. Mindenek előtt a saját testépségi érdekében, mert láttak, hogy ez a nagy testvárat azért meglepően gyors is tud lenni egy mozdulatban, és kellemetlenségeket kerüljünk el. Szeretném már a mezzelésen, hogy elkapták ezt a jöjjön ki Dalfinnak, legyen szíves, jöjjön ki. Köszönöm mondani, ha valakivel mi közben tudnánk beszélni, akkor nem vagy tudunk beszélni, hogy akkor mondjuk, hogy mi történik. Lesz szíves ide a kolléga mellé állni, és akkor meséljük, hogy mi történik. Ilyenkor azt mondjuk, hogy tudom, hogy a szakállás és szőr mentén kéri a Most mennyi idő alatt nő meg ekkorára a bundája? Mikor volt legutoljára megnyírva? Hát szeptember 10-én született, az még nem egészen kifájni jobb. Ma ugyannak egy egész év kellene kifájni, de hát, hogy bámulkodható legyen, ma csak ezek maradtak, mint az én is. Nagyon csendben egy évét gyakorlatilag. Nagyon csendben tűrünk. Neki mondtam, hogy jó. Közben nem annyira, de utána nagyon. Nagyon, hát ugye melegséget. Akkor jól is okos, hogy meleg nagyon megviselik azokat a jókat, ami nincs megnyírva. Akkor magyarán is könnyen lesz? Mondjuk, hogy a évente többször nyílik, akkor ez az, hogy nyílik, vagy nyílik? Évente lehet a többször nyílni, de akkor már oda jutunk, hogy a gyors. Mindig a kezállás, hogy lánk, hogy fennmár, szabad fennmár, rendben, hogy fennmár alatt, mindig a kezállás. Hogyha általán olyan forrandó, vagy olyan fertőzött a kényből. Amikor is te passzörj, szint ga indi rasa brak. Ma este cea mai mare rasă care există. Cocoșul este chiar campion regional în acest an. Sunt foarte mândru de el, dar el este mult mai mândru că de a venit tată. A venit cu una dintre neveste, are patru neveste acest cocoș.
Și una dintre neveste a clocit și acum au grijă de, de puiuț. Mai sunt niște boboci de gâscă. Sunt din rasa Emden, este dintre poate cea mai străveche rasă de, de gâscă. Cresc foarte, foarte mari, la vârsta adultă ajung chiar și la 15 kg. Astea sunt boboci de 4 săptămâni, ceea ce sunt aici. Cum reacționează copiii? Că sunt unii care nu au văzut în viața lor animale, păsări. Păcat și bine că au ocazia să vadă. Cred că este, este bine pentru cine că să aibă această experiență pentru armonia internă a persoanei respective. Deci, cu alte cuvinte, din afară pare foarte idilică viața la țară, dar... Bine, ușor sau dificil este relativ. Da.